azt az ajándékot, amit életnek nevezünk. Hogy nem véletlenül kaptuk az életünket. Ajándékba kaptuk azért, hogy amíg élünk, megtanuljunk már itt a Földön Istennek szolgálni, Istennek tetsző életet élni, és meglátni az ő szentségét ebben a világban. És a Szentmise előtt, ahogy abban a rövidke kis bevezetőben is mondtam, nagyon sokszor elég, ha csak körbenézünk, és csak rácsodálkozunk, hogy milyen hatalmas az Isten. Milyen hatalmas az Isten, aki ilyen gyönyörű világot teremtett. Milyen hatalmas az Isten, aki semmi különlegeset nem vár az embertől. Csak azt, hogy válaszoljunk az ő szeretetére. Válaszoljunk azzal, hogy rácsodálkozunk, azzal, hogy nem utasítjuk vissza az ő szeretetét, az ő irgalmát, az ő közeledését, és azzal, hogy elkezdünk úgy élni, ahogy Jézus él. Talán ezért mondja Jézus, aki engem lát, látja az atyát is. Mert azokat a tulajdonságokat, amelyekre Jézus tanít, nekünk is el kell sajátítani. Nekünk is meg kell tanulni. Meg kell tanulnunk az irgalmasságot, meg kell tanulnunk azt a fajta látásmódot. El kell sajátítanunk azt a gondolkodásmódot, amely alkalmassá tesz bennünket arra, hogy ne csak a szavaink szintjén legyünk keresztények, hanem a gyakorlati életben is.